28 Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyebeli együttes nevezett a sorozatra, amelynek első körében 4 csapatot kiemeltek. Hozzájuk csatlakozott az első körből továbbjutott 12 együttes. Az MLS vármegyei igazgatóságán megtartották a sorsolást, a legjobb 8 közé jutásért szeptember 4-én játszanak a csapatok. Azért ragaszkodunk minden évben a 16-os mezőnyhöz, mert ebből tudjuk kialakítani az országos főtáblára jutók létszámát. Így abban reménykedünk, hogy a tavalyi 6 csapatra ismételten lesz lehetőségünk, és így a most továbbjutó 8 csapat következő fordulót még lejátsza, akkor, ha 6 csapatot kapunk, a 4 továbbjutó, ez évben 4 továbbjutó már biztos főtáblás lesz, és a 4 vesztes csapatból pedig újra sorsolás után ki fog kerülni esetleg az a 2. Reméljük, ha nem, akkor pedig majd kitaláljuk, hogy milyen rendszerben. Mi megrendezzük minden évben a vármegyei döntőt. Ebben az évben Tarpa Újfehértó mérkőzés volt. Reméljük, hogy a következő évben is végig tudjuk csinálni a kupát. Azt, hogy hol lesz pontosan, nem lehet kijelenteni. A kisvárdai pályát már 2 alkalommal igénybe vettük. Meglátjuk, hogy következő évben melyik jó pályát tudjuk erre a célra felhasználni. A Bili tavaly a Tiszaszalkát verte ki az első körben, majd az Újfehértót kapta meg. Most ugyanez volt a forgatókönyv. A Bili egyébként Újfehértón játssza hazai bajnoki mérkőzéseit. Idegenbe kezdtünk, ugyanúgy, mint tavaly Tiszaszalka ellen. Hát a győzelmünkhöz most nem fért kétség. Egy sima 3-0-ás győzelmet sikerült idegenben aratni. Hogy az Újfehérte az már szintén egy keményebb falat lesz, nyilván magasabb osztályban vannak, más célokért, de megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani velük, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Csak akkor lesz esély, hogyha a fiúk nagyon fegyelmezettek lesznek, nem csak a védelem, hanem csapatvédekezésben mindenki oda teszi magát, és azzal a kevés eséllyel, ami lesz, azzal élünk, mert ha azzal nem fogunk élni, akkor nem lesz esélyünk. Közben már valamennyi osztályban és csoportban elindult a pontvadászat a vármegyében. Mint Vaka Árpád igazgató elmondta, a rajt nem volt zökkenőmentes. Pont a megye 2, megye 3-as bajnoki rejtől 3 nappal egy megye 2-es csapat, a Nyíribrony visszalépett a felnőtt és ifi csapatával a bajnokságtól, rá egy napra pedig a Geszteríd, a szintén megye 2. csapat, a felnőtt csapatával visszalépett a bajnokságtól, annyi, hogy ő az ifi csapatával szeretné folytatni a pontvadászatot. Ez azt jelenti, hogy hiába írtuk ki, hogy a 314 csapatos csoportokra a megye 2. bajnokságunkat, mind a 3 csoportban már csak 13 csapat szerepel. A Magyar Labdarúgó Szövetség 2011 óta azért a versenyeztetési díjak 90%-át átvállalja a csapatoktól, emellett vannak különböző TAO pályázati lehetőségek, ennél többet azt hiszem az MLS nem tud megtenni, és ennek ellenére is sajnos vannak így egyesületek, hogy nem tudják folytatni a bajnokságot. A felnőttekkel párhuzamosan elindultak az ifjúsági bajnokságok is. Az U16-osoknál és az U14-eseknél pedig a jövő hét végén kezdődik a pontvadászat.